Na, üdvözletem mindenkinek! Ma a Tigris 2 tankot fogjuk megnézni. Ezt a tankot kb. Már 4 nap alatt megépítettem, de abba hagytam, mert a játék valami ocsmány rossz, hogy szépen fogalmazzak, abból a szempontból, hogy laggóá. Laggóztatja saját magát, érted? Én csak kereket akartam rárakni a tankra, és szétlaggolt a rákba. Érted? Szóval, mi a fasz? És amióta nincs kerék rajta, azóta tökéletesen simán fut a játék. Szóval, hogy úgy, mi a rák ez a játék? Na mindegy is, most kerekek nélkül, láncok nélkül, minden nélkül fogjuk megnézni ezt a Tigris 2-t, és mivel, hogy abba hagytam ez emiatt, mert nagyon kirédzseltem azon, hogy belaggol a játék, és laggoltatja saját magát a játék, ezért hát ilyen kb. Félkészen hagytam abba ezt a tankot, szóval nincs berendezve, nincs szépen kirészletezve, mit tudom én. Szóval itt is lenne ez a kedves. Nagyság szerint ekkora vagyok hozzá képest, és szóval láthatjátok, hogy nem vittem túlzásba a részletezését. Mindössze, hogy pár dolgot megemlítsek, itt a hátulja ugye, ahogy eredetileg is, kicsit hátabb dől, és itt viszont nem lehet belátni, ezt így kicsit eltömtem, hogy azért ne lehessen belátni, érted? Aztán itt ugye ez a kis sárvédő, úgymond sárvédő, ugye ez itt szépen emelkedik. Aztán láthatjátok, hogy ott lent van, és szépen felemelkedik, mint eredetileg is. Illetve itt lenne ugye a kerék, hát akkora vagyok, hogy simán beférek ide. Láthatjátok, hogy ennyi alkatrészből épült, hogyha valakit érdekelne, ugye 3491 metáblokk és egyetlen egy fablokk. Az egyetlen fablokk az itt van a cső mögött. Szóval kívülről azért mindössze a alakját építettem meg, nem részleteztem ki, ahogy mondtam is. Majd rákot kaptam attól, hogy laggul a játék, csak mindössze annyi miatt, hogy rárakok kereket, azt kiégtem, azt nem építettem tovább. Főleg a belsejét sem, mivel hogy, ahogy mondtam is, mindössze annyi, hogy itt van ez a kis ágyú betört, ugye itt a végén a toronynak a motor, ugye ez forgatja, hogy el is tudjon fordulni. Azt lejjebb megyünk, semmi részletes nincs, ugye, ahogy ezt már mondtam már. Itt lehet vezetni, illetve itt hátrébb pedig van lenne a motor és az egész rendszere, hogy tökéletesen működjön, gyorsan meg tudjon fordulni, stb. Hiszen ezt a közel 3500 metal blokkot borzasztó nehéz megmozdítani, és ezért építettem ezt így ide, hogy tökéletesen gyorsan tudjon haladni, illetve főleg megfordulni, mert a megfordulás borzasztó volt, és bagos és laggos, és azt javítottam ki, hogy gyorsan meg tudjunk fordulni. Viszont úgy néz ki, hogy hiába építettem meg ezt az egész rendszert, ami tökéletesen működik, mert ugye le kellett venni a kerekeket, hiszen laggol. Ez a kedves játék laggoltatja magát, mert egy szar. Na de... ezt félretéve, ugye a torony tud teljesen körbeforogni, ezt ugye becsukjuk, van ugye három gomb, az egyes lenne a balra kanyarodás, a kettes a jobbra kanyarodás, és hogyha mind a kettőt lenyomjátok, szóval egyest és a kettest is, akkor előre megy. Ez a motor fullig fel van tolva, és ilyen lassú, szóval egy eléggé tömör metálblokk a teteje. Ennyire tud csak fordulni. És ugye, ahogy mondtam, ez teljesen körbe tud forogni. Azt figyelitek? Itt nincs hangja a játéknak. Itt van. Itt nincs. Itt van. Itt nincs. Itt van. Ja, ez a játék eléggé hibás, de meg lehet még pár dolgot építeni. Nem kerékkel. Szóval, hogyha építeni akartok valami nagyon nagy dolgot, és valami részletes, és valami tök jót, ne rakjatok rá kereket, mert konkrétan ki fogtok rage-elni, hogy laggul a játék. És nem azért, mert rossz lenne a gépetek, hanem mert a játék laggoltatja saját magát. Szóval nem bírja el a kereket. Érted? Na mindegy. Nyilván egy kis autóra lehet építeni, csak amikor nagy és nehéz dolgot építetek, akkor ne rakjatok rá kereket. Szóval inkább legyen kerék nélküli, mit tudom én. Ez a legjobb tippem a Scrap Mechanichoz, hogy ne rakjatok rá kereket, és simán fog menni a játék. Erről így nagyon mást nem tudok
bemutatni. A sztoriát ugye elmondtam, hogy a lag miatt abba hagytam ezt a tankot, és ezért nem részleteztem, mármint nem raktam rá részleteket, stb. Ez szimplán megépítettem az alakját, és ennyi. De remélem, hogy nektek így is tetszik, ahogy kinéz ez az egész. Ja, nekem tetszik igazából ez, szóval, hogy a tornyot másképp akartam megépíteni, de a játék azt mondta, hogy nem, és ezért elkezdett laggolni meg minden, szóval így kellett megépítenem sajnos. De szerintem így is tök jól néz ki amúgy, szerintem. Ilyen kis részletes és ilyen agresszív, vagy hogy mondjam. Na de akkor, hogyha még szeretnétek ilyesfélét látni, nyomjatok egy lájkot, illetve hogy bármi kérdés, vagy bármi, amit szeretnél közölni, azt a komment szekcióban le tudod írni. És akkor találkozunk legközelebb. Na, sziasztok! Make the streams louder.